Nemzetünk 1956-os forradalmára emlékeztek Jászárokszálláson október 23-án délelőtt a főtéren álló 56-os emlékműnél. Ahogyan 56-ban, úgy az ember életében is vannak olyan napok, amikor úgy érezzük, hogy változtatni kell. Amikor úgy érezzük, hogy valami nincs rendben, ez így nem mehet tovább. És akkor mérlegelünk és változtatunk. 56-ban egy nemzet mérlegelt így, és egy nép mondta azt, hogy elég volt. A város polgármestere köszöntötte az ünnepi megemlékezés résztvevőit és mutatott rá azokra az értékekre, amelyek elérése érdekében 56-ban felkelt a nemzet. A szabadság, a függetlenség, demokrácia, összetartozás, önrendelkezés, önfeláldozás. Tudnunk kell, hogy ezeket az értékeket a történelem sodrásában nem veszíthetjük el. Ezekre az értékekre vigyáznunk kell. És azt is tudnunk kell, hogy feladatunk van. Nem hallgathatunk mindig. Vannak olyan történelmi pillanatok, amikor ki kell állnunk az igazságért és a szabadságért. Olykor a bíbor alkonyagba elnázadik a szívem. Felnézek a nagy, csuda égre, és látást látok, úgy hiszem. Boldogtalan fantáziámnak úgy rémlik, a felhők felett azért a csönd, meghalt az Isten. Tóth Árpád költeménye után következett az ünnepszónoka, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei levéltár igazgatója. Kiemelt, hogy az akkori Szolnok megyében tüntetésekkel, szobordöntésekkel, a forradalmi munkástanácsok és a nemzetőrség létrehozásával, de vértelenül zajlottak a forradalmi események. A forradalom támogatásában a társadalom széles tömegei számára a közös nevező a szabadságvágy volt, amely az embereket egyaránt áthatotta és összekovácsolta a politikai nézeteiben sokszínű magyarságot. Megyénkben fegyveres ellenállási kísérlet csak két helyen, Törökszentmiklós határában és Jászberényben történt, de ezeket az elszigetelt eseteket is gyorsan felszámolta a Budapestben vonuló hatalmas szovjet túlerő, mely végül a budapesti fegyveres harcot is vérbe folytotta. Igaz, a forradalom vértelen volt szűkebb hazánkban, de a megtorlás így sem maradt el, tette hozzá. És amikor a fenntarthatatlan szocialista rendszer elkerülhetetlen összeomlása bekövetkezett, 1956 alapvetően meghatározó elemévé vált közgondolkodásunknak. Szimbolikus jelentőségét növelte, hogy épp 1989. október 23-án kiáltották ki a köztársaságot. E pillanattól kezdve a lakosság tagjainak már egyéni felelőssége is, hogy a történészek által feltárt tényeket ki hogyan fogadja be, és saját személyes történelmi élményeivel, családja történetével összevetve, milyen következtetéseket von le azokból, akár érzelmi alapon is mérlegre téve ismereteit. Ne sírj, kedve, kell mennem. A Déli Báb Népzenei Műhely tagjainak és a Széchenyi István Általános Iskola kórusának közreműködésével tartott megemlékező ünnepség végén az emlékműnél helyezték el az önkormányzat képviselőtestületének, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei közgyűlés alelnökének, valamint a helyi intézmények, pártok és civil közösségek meg annyi koszorúját. Történetünk fiktív történet, mely a valóságban akár meg is történhetett volna, például 56-ban. A Deák Ferenc gimnázium tanulói nem csak a koszorúzási ünnepségen segédkeztek, azt követően a Petőfi Művelődési Házban bemutatott ünnepi műsort is nekik és felkészítőiknek köszönhette a város. Történetükben egy elképzelt osztályközösség és tanáruk forradalmi szerepvállalását, majd az azt követő megtorlás kálváriáját mesélték el. Végül a megyei levéltár igazgatója a városnak adományozta az 1699-es Pencféle összeírás Jászárokszállásra vonatkozó díszmásolatát, megköszönve a város, a helyi oktatási intézmények és a levéltár között létrejött együttműködést.